Köszöntöm nézőinket, a Telena magazint látják. Új közterülettel lett gazdagabb Tolna, és megváltoztak a városban élőkre vonatkozó a közösségi együttélés szabályozó normák is. Mutatjuk a részleteket. Ugye ott lesz a fák között majd gyakorlatilag. A megújulás előtt álló Tolnai-Dunai Holtág látványterveit tekintette meg még nyáron a fejlesztés helyszínén Tolna polgármestere és az önkormányzat osztályvezetője. A területen júliusban kezdtek dolgozni a szakemberek a régóta várt Zöldváros nevű projekt előkészítő munkálatain. Ugye sokat beszéltem már a pályázatokról, mert sokszor szóba esett itt a televízióba is, meg újságokba is, de hát mindenkinek az számít, amikor az első kapavágás elkezdődik. Tehát az, hogy mikor a közbeszerzések hogy folynak meg, a tervezés folyamata hogy zajlik, az nem annyira izgalmas folyamat. Most kezdődött el az a látványos része a Dunapart felújításának, ami én azt gondolom, hogy a város minden lakosát érinti. Bármelyik más projektről beszélünk, vagy gyerekeknek, vagy időseknek szól, vagy iskolásoknak szól. Ez a Dunapart projekt, ami a városlakóknak a Dunapartja, még ha nem is a klasszikus Dunáról beszélünk, ugye, mert azért most már 150 éve nem itt folyik az élő víz, de ez valahogy mindenkinek érzelmileg egy kicsit megdobogtatja a szívét. Én azt gondolom, hogyha a Tolnai Dunapart szóba kerül. A modern vízparti környezet nem csak a város vezetői által volt régóta vágyott álom. A település időközben jócskán megváltozott lakosság összetétele, és a, mondjuk ki, egyre több fiatal által támasztott igény is megkövetelte a fejlesztést. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Tolnán született gyerekek néhány éve folyamatosan növekvő számának köszönhetően az óvodai férőhelyek bővítését is meg kellett oldani az önkormányzatnak. A Dunai Holták fejlesztésével is elsősorban a tolnai járásban élő családoknak akart még élhetőbb környezetet teremteni a városvezetés. Itt egy játszótér, a fő attrakciója lesz ennek a Dunaparti felújításnak, ami egy árpóccal együtt 7 méter magas kalózhajót és egy 17 méter hosszú hajót fog jelenteni, tele játékos elemekkel, csúszdákkal, bújócskákkal, kisablakokkal, mozgáskorlátozottak számára is használható részekkel. Ez lesz a fő attrakció, és ezek mellett pedig hinták, rugós játékok, kisházak, egész piciknek, nagyobb, kicsit kisebb hajó. Ezek pedig már néhány hete felvett képek. A Dunaparti attrakció év végére készült el, és mivel a 250 millió forintos fejlesztés teljesen átalakította a vízpart megjelenését, felmerült, hogy az újonnan kialakított térnek legyen hivatalos neve is. Erről döntöttek még decemberben a város képviselői. Tolna város legnagyobb kincse, mondhatom így ezt az új beruházást, a Zöldváros projekt keretében megvalósult Hold Dunaparti szabadidőpark létrehozása felvetette azt az ötletet, hogy idáig csak Dunapartként emlegetett területet, közterületet nevezzük el, kapjon egy önálló elnevezést, és a két helyrazi számon elhelyezkedő, mintegy 3,5 hektáros terület a jövőben az Altaripa szabadidőpark elnevezést fogja viselni. Bizonyára minden tolnai tudja, de a környékbeli települések lakosa is valószínű tisztában vannak vele. Ez egy ókora név, elnevezés Tolnának. Az ókorban, római korban volt Altaripa a megnevezése, ami magyarra fordítva gyakorlatilag magas partot jelent. Vélelmezhetően itt, ezen a magasparti területen helyezkedtek el annó a rómaiaknak az őrtornya, illetve őrtornya. Ez volt az ötletadó. Megváltoztak a közösségi együttélés szabályai Tolnán, erről is decemberben született döntés. Az új szabályok érintik a köztisztasági rendeletet, ami a módosítás után egyértelműen meghatározza például, hogy a Tolnán élőkre milyen köztisztasági kötelezettségek vonatkoznak a saját ingatlanjaikon és a közterületeken. Ezt a köztisztasági rendeletünket teljesen megújítottuk részben azért, mert nagyon sok elnevezés, illetve szolgáltató változás történt, amiket át kellett vezetni a rendeletbe. Ugye meghatározásra kerültek pontosan a fogalmak, kitért a rendelet ingatlan tulajdonoson, meghatározásra került, hogy az ingatlan tulajdonosoknak saját ingatlanokon, illetve ami még fontosabb, az ahhoz csatlakozó közterületeken milyen köztisztasági feladatai vannak.
és ugyanúgy a közterületről szóló rendeletünk is módosításra került, ahol különböző viselkedési szabályok, elvárt viselkedési szabályok vannak meghatározva, hogy mit lehet, illetve mit szabad csak engedély mellett, illetve mik azok a tevékenységek, amik tiltottak közterületen. A közösségi együttélés rendeletünk az gyakorlatilag az előző kettő változásainak átvezetése. Ugye ebbe a rendeletbe foglaljuk össze, hogy mik azok az elvárt magatartási normák, illetve hát mik azok, amiket be kell tartani összességében a város közterületein. A képviselők legközelebb január utolsó csütörtökén üléseznek. Pót Szilveszert tartottak a Tolnai Nyugdíjas Szabadidőklub tagjai hétfőn délután. A helyi lovardában a 72 fővel rendelkező közösség több mint 50 tagja köszöntötte együtt 2019-et. Emberek szívében boldog egyetértést. Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, adjon az Úristen boldog új esztendőt nékünk. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a meghívott vendégeinknek és tagjainknak egyaránt. Az adja az apropót, hogy a rendes szilveszterkor, akkor mindenki a családjába vagy unokákra vigyázz, hogy a gyerekek el tudjanak menni szilveszterkor mulatni, és akkor ilyenkor szoktunk összejönni. Most olyan 45-50-en leszünk körülbelül, 72 tagunk van, de elég sokan betegek, és hát ők nem tudnak eljönni. A programunk az, hogy 4 órakor elkezdődik a zene, lesz egy köszöntő, és akkor egy aperitívvel szeretnénk új évet kívánni mindenkinek, és akkor 17:30 lesz pezsgős köszöntő virslivel, és utána tombola és bál 10 óráig. Ez már egy kis összekovácsolódott egy kis családdá, most már 30 éve, hogy működik a klubunk, és itt olyan emberek vannak, akik kisebb társaságokba is együtt szoktak menni üdülni is, és mindenki jól érzi magát a társaságban. Ez egy szabadidő klub, inkább a szabadidő hasznos eltöltése a célunk. Fürdésre, gyógyfürdőkbe, kirándulásokra járunk, és nagyon sokan ugye szeretnek még táncolni, akik még nem olyan idősek, de van köztünk 80 éves is, és az is végig táncolja még a délutánt. Most rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk, mert hamarosan jövünk vissza. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5.
érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tónán a Penny Markettel és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Jöjjenek velünk a 2019-es velencei karnevára! Non-stop és egy éjszállásos akciós ajánlattal várjuk Önöket február utolsó és március első hétvégéjén. Ha még nem látta, ne hagyja ki és merüljön el a világhírű karnevál forgatagában. Foglalható már az összes közkedvelt görög nyaralóhely. Egy hét apartmanban busszal személyenként már 26.900 forint per főtől, és fizetni rá majd januárban. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy Ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott, időszakos kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdasági és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás. Benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. Fejbe kolintó vereséggel indult az új év a VSA Tolnamőzs női futsalosai számára, így a hó végén esedékes fővárosi visszavágón nem lesz könnyű kiharcolni a továbbjutást. Már az első blikre némi furcsaságot fedezhetett fel a lelátó népe a Magyar Kupa negyeddöntő első felvonásán, ahogy elkezdődött a Tolnamőzs TF meccs. Meglehetősen gyér volt ugyanis a tolnamőzsiek kispadja létszámában, és az is feltűnt, hogy ezúttal nem csak Halászi Kinga hiányzik a nyáron fővárosiasodott hazaiak mérkőzésre benevezett játékosai alapemberei közül, hanem Nádudvali és Mészáros is. Semmi gond, nyugtázták a szurkolók a történteket, hiszen a tabella utolsó volt az ellenfél, akiket ugyebár papíron a Varga Adél Horváth Hanna és Szalkai Kippi vezérelte csapat le tud győzni, és egy megnyugtató előnnyel utazik majd a január vége felé esedékes fővárosi visszavágóra. A valóság persze más mutatott, az egyetemisták várakozás fölötti szervezettséggel és óriási akarattal futballoztak, egy egészen más csapat futott ki a pályára, mint amilyen ősszel volt az egyetemisták együttese. A semleges szurkoló, aki nincs tisztában a futball, a futzál dolgaival, nehezen tudott volna dönteni, melyik az élcsapat, melyik küzd a kiesés ellen. Mint megtudtuk, náluk már mint a TF-nél is voltak különböző okok miatt alapembernek számító hiányzók. Több játékosunk hiányzott ma. Vannak sérültjeink, akik ugye majd csak nyártól számítunk rá. Vannak olyanok, akik sajnos nem tudtak most ma egyéb elfoglaltság miatt a csapattal tartani, de én úgy gondolom, hogy mindig az a legjobb csapat, aki épp azon a nap ott van, és ki tudunk ugye állítani. Na, ez a 10 ember volt ugye a legjobbunk, és hát be is bizonyítottak a pályán, hogy érdemesek. Már az első félidő jelezte a vészt a tolnaiak számára. A fehérmezesek úgy védekeztek, hogy nagy helyzet zicser szinte alig alakulhatott ki a kapujuk előtt, miközben két perc leforgás alatt a TF kétszer is bevette Deszki kapuját, amire a második félidő elején Varga Adél átlövésből egy ravasz góllal válaszolt, ám a most sem elmaradó gyors vendégkontrák egyike Winter Nitz befejezésével újra két gólos előnyhöz juttatta a TF-et. Lett volna idő még Varga Adélék számára az egyenlítéshez, mert az állandósuló tolnamözsi rohamok közepette egy percre a bekapott gól után már Horváth Anna szép összjáték után közelről bepréselte a labdát a kapuba, Tolnamözs TF 2-3. Az egyetemisták önfeláldozó védekezéssel kibekkelték a hátralevő 8-9 percet, és a mérkőzés összképe alapján elmondható, nem érdemtelenül aradtak a hozzájuk képest nagy csapat otthonában tovább jutásokat éltető bravúr győzelmet.
mi már bizonyítottuk ezt az MB2-ben és az MB1-ben is, hogy mi egy valódi csapat vagyunk, és nálunk nem az egyéni villogások hozzák az eredményeket, hanem az, hogyha a csapat összetart és egymásért küzd a pályán. Úgy gondolom, hogy ma is ezt láthatta tőlünk a közönség, illetve a tolnai alakulat is, és ezt szeretnénk a tavasz folyamán minden mérkőzésre a pályára kivinni magunkkal, és akkor úgy gondolom, hogy senkitől nem kell tartanunk ebben a bajnokságban. Csak eddig nyilván a csapatépítés időközbeni nehézségei miatt nem jöttek a fővárosiak számára az eredmények, sőt, a legtöbbször a vereség jutott nekik osztályrészül. A TF a Magyar Kupában is szeretné bizonyítani ezt, és úgy látják, tavasszal nem lesznek komoly kiesési gondjai. Tisztában vagyunk a realitással, nekünk a bemaradás jelenleg a célunk. Nyilván ezt szeretnénk minél jobb eredményekkel és minél jobb játékkal abszolválni. Úgy gondolom, hogy egyre jobban összeáll a csapat, és ezt már a karácsonyi kupán decemberben is bizonyítottuk, hogy egy csapatként tudunk küzdeni, és akkor sikeresek tudunk lenni, és eredményeket is tudunk magunkkal hozni. És úgy gondolom, hogy ha ezt tudjuk a továbbiakban tartani, akkor a bennmaradás az egy reális cél lehet. Azzal pedig habot is tennének a képzeletbeli tortájukra, ha a Magyar Kupa negyed döntőjében két hét múlva esedékes fővárosi visszavágón ismét legyőznék, vagy egy döntetlennel is már kiejtenék a tolnát a negyed döntőbe. De ebben a további jutásba, ebben a kérdésben még komoly beleszólása van az akkor egészen biztos Halászi Kingával, Nádudvari Annával és Mészáros Dalmával is felálló tolnamezsnek. Vajon ők miért nem léphettek pályára az első meccsen? Fordultunk ezzel a kényes kérdéssel a szemmel láthatóan gondterhelten nyilatkozó edzőhöz, Nagy Rolandhoz. Ennek több összetevője is van, több oka is van, hogy miért nem voltak a mai meccsen keretben. Sajnos vannak problémáink, betegségek is, edzés, járás hiánya, és így nem is tudtunk úgy rendesen felkészülni a mérkőzésre, amit remélem, hogy a következő hetekben már tudunk orvosolni, és akkor rendben leszünk. Az edző ügyesen, mondhatni diplomatikusan fogalmazott, de a mondatok mögött azért ott sejlik, az edzésre járás hiánya miatt is lettek büntetve, váltak kegyelesztetté az említett kulcsjátékosok, elesve talán ezzel némi nemű anyagiaktól is. Aki tényleg ott szeretné tenni magát is, keretbe szeretne lenni, az mostantól el fog kezdeni rendesen edzeni, járni edzésre, és akár már a jövő héten is az itthoni bajnoki mérkőzésen is keretbe lehet. Van esetleg olyan anyagi eszköz a kezedben, amivel úgy is tudsz büntetni, hogy nem csak nem játszik? Jó, hát ez a csapat belső kulisszatitka, de hát ez is egy lehetőség, hogy valahogy büntetni tudjon az edző. Úgy gondolom, van egy kis prémium a játékosoknak, saját maguknak kereshetik meg azt a kis pénzt, amit tényleg felajánlott a vezetőség. Ha ők ezzel nem élnek, akkor azt saját maguknak köszönhetik. Nincs tehát haragszom rád, jó a hangulat továbbra is az öltözőbe, és a kulisszák mögött is a Hevesi Tamás irányított a klubnál. Így is sokkal esélyesebb a tolnamezsa továbbjutásra, de nem lesz egyáltalán könnyű feladat ezt a TF-et idegenben legyőzni. Egy meccsen ugyebár az előviszonyoktól függetlenül sok minden megtörténhet. Szerencsére a háttér az rendben van, mindent megkapnak a lányok, amit szeretnének, remélhetőleg, hogy tudjuk így folytatni, és a tavasszal is ugyanúgy, mint az ősszel, meg lesz minden, amit ígértünk. Ígérted, hogy jobb lesz a csapat? Igenis, szeptemberben beszéltünk, jobb a csapat. Mindenképpen határozott konkrét cél az, hogy a Magyar Kupán 4-es döntője és a bajnokságban is ott lenni minimum az elődöntőben. Igen, a Final Four-ban mindenféleképpen szeretnénk bejutni, és remélem, hogy ezt 26-án a TF csarnokban meg is fogjuk tenni, és akkor a Szigetszentmiklósi csarnokban fogunk majd Final Four-ban játszani. A bajnokságban pedig mindenféleképpen szeretnénk a felsőházban játszani, és minél szebb eredményt elérni, remélhetőleg ez be is fog következni, és akár a dobogó bármelyik fokára felállni. De kanyarodjunk vissza a TF elleni visszavágóra. Hány százalékot ad a további utása a visszavágón, amit a TF csarnokában? Hát én úgy gondolom, hogy a szívem mondja, akkor 100%, mert nyilván úgy állunk minden párharcoz, hogy tovább szeretném menni, illetve meg akarjuk nyerni a mérkőzést. A realitást azt most magamnak megtartom. A VHS tolnamezs kellőképpen ráhangolódhat a hóvégi visszavágóra, a Magyar Kupa negyed döntőjére. A bajnokságban ugyanis az idei első hazai mérkőzésen szintén a TF lesz az ellenfele. Sikeres évet zárt a futball 2018-ban, a tolnai sportéletben mutatjuk is miért.
Noha az elmúlt két évben szakmailag, szponzorilag jelentősen megerősödött a Tolna VFC, esélyesének számított, az időközben az élcsapatok szintjén nagyon megerősödött Tolna megyei első osztályi bajnokságnak, mégis egészen az utolsó fordulóig kellett várni tavaly, hogy 6 év elteltével újra bajnokcsapata legyen Tolna városának. Nem okozott gondot a kék-sárgák számára, az akkora mainál erősebb Bártaszék otthonában megszerezni az oly fontos győzelmet, s a találkozó lefújása után az őket elkísérő szép számú szurkolósereggel együtt ünnepelhetett a csapat, nem is akárhogyan. Amit megtehettünk ebben a bajnokságban, azt megtettük. Nagyon nehéz volt, pokolian nehéz volt, nagyon jó ellenfelekkel találtuk szembe magunkat. Amit mondtál, hogy jó mérkőzéseink voltak, ez maradéktalanul biztos vagyok benne, hogy teljesült. Még akkor is, amikor kikaptunk, akkor is nagyon jó lendületes, látványos játékot játszott a csapat. Én emiatt boldog vagyok, és nyilván amiatt is, hogy a végén azért az élet adott nekünk egy lehetőséget, és ezt ilyen gyönyörű játékkal oldották meg ma a fiúk, le a kalappal előttük, ez most nagyon boldog vagyok én is, és remélem, hogy ők is azok. Weber Tamás a csapat főszponzorának képviselője, a klub első embere, játékosként 6 évvel ezelőtt az ezt megelőző bajnokcsapatnak aktív játékosa volt. Okkal reméli, és tehet is érte, immáron klubelnökként, hogy ne jöjjön a siker után zuhanó repülés, ahogy az a tolnai futballt az elmúlt évtizedekben ciklikusan mindig végigkísérte. Két éve, mikor elkezdtük az újjáépíteni a csapatot, az első év ráment arra, hogy kialakítjuk azt a keretet, ami azt mondom, hogy alkalmas lesz arra, hogy megnyerje egy bajnokság, és azt gondolom, hogy most erre az évre beérett, mert a csapat egységbe, csapat összetartásba és edzőtátogatottságban azt gondolom, hogy az élen jártunk folyamatosan, ahhoz képest, hogy a Bonyád és a Dombarfa kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a bajnokságba, de mi is ott voltunk folyamatosan, és azt gondolom, hogy ez... Én úgy érzem, hogy inkább rajtunk múlott az, hogy a végére kellett ez kiéleződjön, és nem dőlt el már korábban, de ennek örülök, mert 2012-ben megnyertük, ugyanígy utolsó mérkőzésen kellett nyerni ahhoz, hogy megbajok legyünk, és ennél jobb érzés nem is kell. A különbség az, hogy egy fokkal több volt a tolnai játékos, és hazai pályán történt ugyanez, ami most idegenben történt, de azon kívül semmi különbség nincs. A bajnokság megnyerése az ugyanaz 12-ben is végig, mint most. Pesti Viktor megmaradt hírmandónak a 2012-es bajnokcsapatból a maiak közül. Noha NB3-as tapasztalattal bíró játékosok egész sora érkezett Tolnára, a veterán csatár gólérzékenységére szükség volt most is. Mind a kettő nehéz volt, akkor is körülbelül hasonlóan álltunk, csak akkor talán egy pont hátrányban voltunk a Mörössel szembe. Hát utolsó fordulón múlott ott is. Alig ha véletlenül lett a csapat kapitánya a megyebajnok Tolnának, a kapus Bildhéber Bence, aki személyiségénél fogva alkalmas a pályán és az öltözőben is az őt elfogadó vezérszerepre. A kapusnál engedhetetlen, hogy az előtte lévő 4 vagy 5 embert irányítsa közvetlenül, még mellé tartozik, hogy olyan játékot játszunk, hogyha letámadjuk az ellenfelet, akkor... Középhátvédket nem kell, igen, söprögetnem kell, úgymond a védelem mögött, de hát erre készülünk is, meg hát ugye mai világban a kapusoknak lábba is ügyesnek kell lenni, hogy próbálunk minél többet játékba behozni a kapust is, hátrapasszolgatni, de örülök, hogy sikerült a csapatnak igaznak maradni, és nem nyomott minket nagyon a teher, végig uraltuk a meccset. A csapat együtt maradt a már zajló bajnokságban is, és ez volt a legnagyobb erősítés a nyáron. Persze az most már látszik, megvédeni még nehezebb lesz a bajnoki címet, a Tamási és a Bonyhád is nagyon esélyes. Az Illovas Tamási és a második Bonyhád 5, illetve 4 pontos előnye ugyan ledolgozható még bőven, tavasszal. Amennyiben sikerülne megvédeni a bajnoki címét, az idén már biztosan nem zárkózik el a klubvezetés, az NB3-as feljutással kecsegtető osztályzón való megmérettetéstől, mint azt tavaly tette. Én azt hiszem, hogy a Tolnának nem is lehetne más célja. Kis település, a környékből, a megyéből össze kell szedni, ha ilyen célja van az egyesületnek, azokat a jó képességű játékosokat, akikben van hajlandóság, akarat, hogy bizonyítsanak egy magasabb osztályba, és ezzel lehet építkezni. Én sose voltam olyan helyzetben, nem tudom, hogy sajnos vagy nem sajnos, hogy én válogathattam a játékosok közül, hogy kit szeretnék, ez a poszt, meg az a poszt. Ez bölcskén is így volt. Nekem a maximum az NB3 lehet, úgyhogy remélem, hogy még tudok fejlődni, ugye tapasztalatot szerezni, és hát sokat kell még fejlődöm, az biztos. Ezért az NB3-ért még játékosnak, vezetőnek egyaránt van mit tennie, van, ha úgy tetszik, hova fejlődnie.
Már ennyi fért a Telen a magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!